Az aranytehén farkas helmecen, a feje a börzsönyben van. Állítja a régi börzsönyi bányászközmondás. És egy nemrég napvilágot látott kutatás megerősíti ezt a feltevést. Eszerint a nagyirtás pusztai területen 1075,8 tonna termésarany és 909 tonna termésezüstöt rejt a föld, míg a rózsabánya térségében 18,6 tonna arany és 98,85 tonna ezüst található. És már tervben van ennek kitermelése is. Így hát elindultam, hogy felkutassam az egykori börzsönyi ércbányákat. Aki ma a kék túra útvonal ezen részét követi, az csupán egy forrás lát ezen a helyen. Ám mielőtt a Katalin forrásról lett volna ismeretes ez a hely, azelőtt itt állt a Fagyos asszony bányák egyik tárnája, az altáró. Kihajtását 1951 és 1956 között végezték, majd 1971. februárjában kitakarították. Azóta elhagyatottan áll. Az altáró törmelékmentesítését, vagyis kitakarítását a Dorogi Bányamérnökség felügyelete mellett végezték szerény felszereléssel, úgy mint lapát, csákány, talicska. Ezzel az eljárással 745-750 méterig jutottak. Az altárótól a Kovács patak völgyében kellett tovább haladnunk a következő táróig. Ezen a helyen volt egykor a Fagyos asszony bányák fő víztelenítő tárója, a Ludmilla táró. A mai napig fellelhető a víztelenítő táró lényegének nyomai, vagyis hogy elvezeti a vizet egyenesen bele a patakba. 1931-ben, mikor megpróbálkoztak a bánya újranyitásával, 379 méter volt bejárható a korábbi 800 méternél is hosszabb alagút rendszerből. Napjainkra a bányának nyoma sincs. A régi feljegyzések szerint a táró a felhagyott fejtések laza tömedéke miatt igen omladékony volt, így feltehetően, mikor a kitakarítást végezték, nagy föld alatti üregek jöttek létre. Mikor az 1971-es újranyitás után végleg bezárták a bányát, gondoskodtak a víz elvezetéséről. A mai napig felelhető ez a kivezető cső, amin a bányavíz egy része folyik ki. A másik része fenn a hegyből folyik le, rendesen onnan, ahol régen is a bányajárakból jött ki a víz. Az út legnehezebb szakasza a Ludmilla táró elhagyása után következett. Az ösvény szinte teljesen eltűnt, és a kidőlt fatörzsek is jóval megnehezítették az előrehaladást. Ám még bőven hátra volt utunk legjava. Itt állunk, az Isten áldás bánya valamikori bejárata előtt. A bányavíz ugyanúgy, mint a Ludmillánál, itt is jelen van. A hegyen ma már nem lehet fellelni azt az érckibúvást, ami alá hajtották a tárót a 19. században. Nagyjából 100 méterre az Isten áldás tárótól megtalálható a Klinger táró. A Klinger dán szó, pengét jelent, és ez a völgy esésének élességére vonatkozik. Ahogy az Isten áldásnál és a Ludmillánál is, itt is fellelhető a bányából kifolyó öregségi víz. A Klinger táró volt utunk során az utolsó olyan bánya, mely a Fagyos asszony bányamezőhöz tartozik. A következő tárót már a Rózsahegybe hajtották. A trapéz ácsolatokat majdnem kétharmadig feltöltötte a hegyről érkező dácit omladék.
A táró eredetileg 10 méteren volt felácsolva, ám napjainkra csak ez az 5 tám őrzi a bánya emlékét. Az alsó rózsa táró kihajtását 1825-ben kezdték, ám az ácsolatok nem ebből az időből valóak. 1971-ben ezt a váját is kitakarították, újra nyitották. Az ácsolatok azóta maradtak így itt. Mint a korábbi bányáknál, itt is érezni azt a jellegzetes orfacsarú kénes szagot, ami a bányavízből árad. A bányászok számára ez a halál szaga volt. A bányavíz miatt a táró előtt lévő, nagyjából 20 négyzetméteres terület teljesen mocsarassá vált. A következő állomás a felső rózsatáró, mely a mai napig bejárható. A szűk bejáraton csak hasalva lehet bekúszni, de a táró első 30 méterén felegyenesedve is végig lehet haladni. A bányát a 70-es években a rétegtani megfigyelések mellett topográfiai felmérésnek is alávetették. Ezt tanúsítják a falakon látható jelölések. Ezt a tárót is, mint a környéken az összes többit, a vulkanikus eredetű dácitba hajtották, mely egyébként igen állékony kőzet. Táróban az első 10 méteren fellelhetőek a falban kis vésett nyomok. Ez arra val, hogy a bányát eredetileg vésővel és kalapáccsal kezdték el hajtani. Majd később tértek csak át a robbantásos technikára. Az ékkel és kalapáccsal való munka gazdaságosnak nemigen nevezhető, ha számításba vesszük, hogy évente nagyjából 10-12 métert haladtak erőre. A táróban egyetlen elágazás található, és ezen a vágaton át egy terembe érkezünk, mely korán sem veszélytelen. Ugyanis a talpon egy hatalmas lyuk található. Itt van a nagyjából 40 méter mély rózsaakna. Fönt még megtalálható a szállító kerék helye. Azon kívül fellelhető az egykori, hát nagy jó indulattal vitlaháznak nevezhető bevágás, ahol egykoron a szállítógép helyezkedett el. A rózsaakna a felső és az alsó rózsatáró összeköttetésére szolgált. Fő célja a terület ércesedésének megkutatása, melyet még a 70-es években is végeztek, ferdefúrásokkal. A teremből két további járat is indul, de ezeket mesterségesen betömedékelték, így nem bejárhatóak. Fővágaton egyre előrébb haladva, egyre nehezebb a légzés. De mielőtt végleg elfogy az oxigén, a vágat véget ér. A táró legelején, ahogy láthattuk, még ékkel és kalapáccsal történt a munka. Itt viszont már fellelhetőek a fronton a lyuktalpak. Elmi szerint már csigafúróval dolgoztak a vágat ezen részén. Mostanra csak egy kérdés maradt nyitva. Vajon sor kerül-e az ércek kitermelésére az aranytehén fejénél? Tekintetbe véve az arany és más nemes fémek mennyiségét, az egyre korszerűbb technikai kivitelezést, erre igen komoly esélyt látok.